Na csösszök gyerekek, egy gyors bejelentkezés, befejeztük a murvával való feltöltést a garázsba, de nem is emiatt készül most ez a videó, hanem nem tudom ti hogy vagytok vele, karácsonyi készülés, mi egyéb, nekünk már megvan a fa, és ez egy ezüst fenyő, annyi, hogy a mi azért választottuk az ezüst fenyőt, mert szép, szebb, mutatósabb, tovább tart, mint a társai. Nordmant fenyőt azért nem akartunk, mert ugye hegyes tű, és hát azt hiszem hosszú tűlevelei vannak, meg minden. Meg ugye az nem is bírja annyireig, mint ő, mert maga a az ezüst fenyő az sokkal tovább szokta bírni, még vízkereszt után is simán megmarad a tűlevele, hogyha ha olyan helyen van és nincs annyira fűtve a lakásba. Annyi, hogy majd ugye ki kell faragni, mert ezt még nem csináltuk meg, de majd holnap szépen, hát úgy látásból ugyan 5-10 centi az átmérő, úgyhogy majd szépen nekiállunk, aztán kifarigcsáljuk, úgyhogy az 100, hát ja, úgy körülbelül most így videó nem adja vissza, de az 180 centis fácskáról van szó, és akkor szépen ezzel fogunk majd a jövő héten kezdeni. Lefaragom neki az alját, nem tudom ti mivel szoktátok, de nálunk is változó, hogy mivel faragjuk ki, hogy beleférjen a talpába. Most nem tudom hol a talpa, azt kerestem éppen. Mindjárt mutatom. Hát itt van. Megvan, közben ezt is előszedtük. Nem bonyolult. Bárakod is, akkor ezekkel a csavarokkal szépen le lehet szorítani. Csak ugye annyi, hogy az 5-10 centit azt, most nem tudom, hogy ennek mekkora az átmérője, de azt ugye bele kell játszani. Hát meg ugye lehet bele vizet rakni, de én azt mondom, hogy tök fölösleges, úgyhogy ja, hát igen, most így ezt a jelenlegi rumlit azt ne nézzétek, mert mondom, még nem teljesen van kész a garázs, úgyhogy ez van jelenleg így, fel van töltve murvával, úgyhogy még kellett utólag egy 2 köbméter fuvart hozni. És a 2 köbméter az kitöltötte a, ugye ezt a sarkot, ugye amit itt láttuk. És ehhez kellett a 2 köbméter murva. Na hát, nem tudom, igazából csak ezt akartam nektek mondani, hogy gyakorlatilag, hogy igen, akkor mi már elkezdtük a karácsonyi készülődést, de közben jönnek a hidegek. Helyi hidegek, hát mondjuk már megjött, de gyakorlatilag ezek a mínuszok már kezdenek körülvenni minket is, meg hát itt egy-két dolgot is, ugye most már eltéliesítettem, ugye én is a kaszát, de fölösleges volt, mert ugye héten el kell kezdeni, illetve a jövő héten el kell mennem kaszálni egy kis nád körül. Ilyen ágfák vannak levágva a nádba. Aztán ugye az ágfákat, hogy ki tudjam szabadítani, a körül kell a nádat egy kicsit levágni. Aztán ja, kell menni, dolgozni kell a géppel, úgyhogy ha majd lesz róla felvétel, akkor lesz, ha meg nem, akkor így jártam.
mindegy. Először is ugye a kést is meg kell venni, mert amit mondtam, hogy a kés az nincsen, úgyhogy... Ja. Na jó van, gyerekek, hát akkor ennyi lett volna. Hogy ezt így el akartam nektek mondani, hogy nekünk már megvan a fa. Karácsonyfa, készülődünk, úgyhogy hát majd nem tudom, hogy ti hogy szoktátok, mondom, a faragás meg minden, de mi általában vagy flexel szoktuk, vagy egy ilyen ezzel a szélesebb ráspolyjal, nem tudom, tehát ez mindig változó. Egy ilyen ráspolyjal is rá kell egy kicsit segíteni, finomítani. Aztán hát flexel is szoktuk, aztán amikor meg ugye elmúlik a karácsony, akkor ugye azt szoktam csinálni, hogy ugye ezért hát betüzelni vele, mert azért a gyanta, oké, persze, tudjuk, veszélyes, de hát ha már ki van dobva, akkor legyen hasznosítva. És ne úgy csináljunk, ahogy a többi. Hát jó, nyilván aki panelházban lakik, az nem tud más tenni. Az kidobja a konténerbe, de hát mi hasznosítani szoktuk. Ja. Na, jó van, gyerekek, akkor ez csak egy kis bejelentkezés, hogy minden oké. Úgyhogy jövő héten, ha lesz egy kis nátkaszálás, akkor majd jelentkezem. Na, sziasztok!